A országgyűlési képviselője a külgazdasági nehézségekből kiindulva, térségének mindegyik településén a megfontolt működésre és tervezésre hívta fel a testületek figyelmét. Nem volt ez másképp apátfalván és magyar családon sem. Most a legfontosabb célkitűzésünk, hogy egy háború árnyékában, Takaros, takarékos és józan gazdálkodásra biztassuk az önkormányzatokat, és fölkészüljünk akár arra a helyzetre is, hogy itt választópolgártársainknak segíteni kell, mert mondjuk olyan drágaság lesz az infláció miatt, a háború miatt, a infláció miatt, ami miatt szociális támogatásban kell őket részesíteni. De nyilvánvaló, hogy vannak fejlesztési elképzelések is, nem csak a működést kell Észerűsíteni, és racionalizálni, spórolni, és fölkészülni az emberek megsegítésére, ez a legfontosabb, hanem van a fejlesztési elképzeléseik a településeknek, ezt stábunknak Szekeres Ferenc apátfalva polgármestere is megerősítette. Ezekben a napokban nyújt be az önkormányzat egy 130 millió forintos pályázatot belterületi utak felújítására, és a következő években egy bölcsöde megépítésére is nagy szükség lenne a faluban. A gazdaságos működés érdekében is tesznek lépéseket, az egyik beadott tenderük is ezt támasztja alá. Az energetikai pályázat 288 millió forint értékben. Ott a, a művelődési házunkat szeretnénk teljes mértékben energetikailag felújítani. emelrendszer, nyilázzárók cseréje, a, illetve minden, ami a, a, az energetikához hozzátartozik. Illetve 200 millió forint értében van beadva most én a, a pályázatunk a, egy központi konyha kialakítására. Ez a pályázatunk is most elbírálás alatt van. A helyiek igényeit kiszolgálva a belterületi utak mellett folyamatosan újítják fel a jártarendszert is. A Magyar családi Önkormányzat működésében szintén ez az egyik legfontosabb csapásirány, hiszen ahogyan Lázár János is hangsúlyozta, most elsősorban azokra a projektekre kell fókuszálni, amelyek már rövid távon is hasznára válnak a helyieknek. Farkas János magyar Csanádi polgármestertől stábunk megtudta, egy új szociális intézményt is szeretnének megépíteni. Örülnénk, ha létesülne egy magyar családon egy szociális otthon, egy bentlakásos szociális otthon száz fővel. Ez nem csak a térséget szolgálná ki, mármint az idős korosztályt, hanem munkaerő is igénye. 40-50 fővel tudunk kalkulálni. a pátfa a magyar család vonatkozásában ez egy óriási lehetőség lenne. Akár szakirányú képzést is építeni erre az ilyen típusú szolgáltatásra. Csak is egyházi fenntartásban gondolkozunk, ez természetes, hiszen az egyház egy nagyon jó gazda, én úgy látom, és, és, rendkívül jó anyagi lehetőségei is vannak ennek az intézménynek a fenntartására. A testületi ülésen elhangzott, az új intézmény ötletét Lázár János is támogatja. Az országgyűlési képviselőtől azt is megtudtuk, ígéretet tett arra, hogy dolgozni fog a 43-as főút felújításán, ugyanis ez apátfalva és magyar család mellett többek között a nagylakiak életét is nagyban megkönnyíteni.